Üdvözlöm, sziasztok, kedves barátaim! Le is telt 2019-es év. Ez a videó egy kis köszöntő 2020-ban, és az intro után folytatjunk a mai kis rövid videót. Általában mi történik év végén, vagy év elején, azon kívül, hogy van sok tűzjáték és másféle színes program. Általában, vagy miért van, miért Isten adta nekünk újra, új év, ez azt jelenti új, újraindítani, újrainstalálni, hogyha valaki számítógépről beszél. Új beállításokat megcsinálni. És ez arról szól, hogy amikor az ember régen, most már mindenféle óra van, elektronikus, de régen, amikor az ember próbálta órát állítgatni, minden nap, vagy minden másnap meg kellett nézni, hogy legyen pontos, és hozzáállítani egy másik órához. És amikor már ezeket beállította, akkor biztos volt abban, hogy helyesen, vagy nem fog elkésni sehol, hanem pontos lesz. Ugyanúgy a zenekarok is, mielőtt elkezdenek zenélni, akkor ők is hangolják össze a saját hangszereket. Így az új év ahhoz arra van, hogy ember, vagy a régi év, új év, szóval ebben az időszakban az életünket is úgy kell ráhangolni, mint az óránkat. Mert amikor akarunk zenélni valakivel, harmonikus zenét játszani az emberek örömére, valamilyen jó, szép kis zenekarba, akkor össze fogunk hangolni. De ha mi megnézünk, összes játékos, zenész valamihez hangolja. Nem csak, hogy most, na akkor én úgy csak, hogy ami nekem, én gondolom, nekem tetszik, ehhez hangolom a hangszert, a másik ahhoz hangolja, hanem van egy közös pont, kamerton, ami adja az alaphangot, és ahhoz az egész együttes ráhangolódik, vagy összhangban van, hangolja hozzá a hangszereket, ezért utána harmonikus lesz a zene. Mint az óra, mindenki tudja a saját órát állítani, szinkronizálni mondjuk egy otthoni, a fali órán, amelyik lehet nem pontos, de általában mindenki próbálja valami világi pontos órához állítani. Szóval kell valami hiteles forrás, ami mindenki elfogadja, és ahhoz hangolja az ember. Ugyanúgy a univerzumban vannak védikus írások, ami segítenek nekünk az univerzummal összehangolni a mi életünket, univerzum törvényekhez, ahhoz, hogy tudjunk helyesen élni is harmóniában, amint a együttesben harmónia van, ugyanúgy harmónia lehet az univerzumban. Ez azt jelenti, az a univerzális törvények, ami Isten adja ezeket a törvényeket, és hozzá kell hangolodnunk nekünk. Hogyha mi hozzá hangoljunk, akkor nem fogunk követni el hibákat az életünkbe, nem fogunk szenvedni, nem fogunk eltévedni a karma szövevényébe, hanem boldog életet tudjunk élni. Ezért nagyon fontos ebbe az időszakba, ugyanúgy, ahogy mindenféleképpen szoktunk órákat beállítani. Persze most a számítógép beállítja, de akkor is rá kell csatlakozni számítógépnek internetre, hogy az is szinkronizáljon órát, akkor a telefon az időjárást, de a hiteles dolgoktól szinkronizálja, a
hangszereket is kell hangolni, az illetőket is javasolok, hogy hangoljunk, gondoljunk át, mi az élet célja, mi az élet értelme, ki vagyok én, test, lélek, és hangoljunk újra magunkat, ahhoz, hogy boldog életet éljünk, és elkerüljünk a hibákat, mert amikor nincsen valaki ráhangolva, behangolva, hanem valaki bemegy megint együttesben játszani, és csak kiveszi a hangszert, nem hangol, elkezd játszani, akkor diszharmónia lesz, hibázik, és senki nem értékeli, mindenki szenved, még ő is szenved ettől a zenétől. Ezért mindig kell hangolni, és akkor mindenki felelőssége, hogy ő mi hitelesnek tartja, mi ajánljunk a védikus írásokat, és a védikus írások segítenek nekik behangolni a tudatunkat, a szívünket, a Isten ritmusára, és utána boldogok leszünk. Így tudjunk élni az életet, és mindenkinek a következő 2020-ban ajánlom, vagy kívánok, hogy legyetek elégedetek és boldogok, és próbáljunk együtt fejlődni, majd még sok új előadás lesz természetesen, és ugyan ezzel együtt szeretnék megköszönni nektek, hogy bátorítjátok engem, és lelkesítsetek, csinálják több új videókat, új témákat, megosztom veletek azt a tudást, amelyeket én gyakorlatba hozom, kipróbálom magamon, és utána ajánlom nektek. Köszönöm szépen, nélkületek nem lenne ez a csatorna, és lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel, osszátok meg a videót minden több helyen, hogy több ember csatlakozon és kapjon tőlünk ezt a tudást. Rendben, köszönöm szépen, és akkor elbúcsúzok veletek, és ajánlom én is nektek jó kis tűzjátékot, és boldog új évet! Hare Krishna! Happy New Year!